Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek, a 30. heti adagot látjátok, úgyhogy fogyasszátok felelősséggel. Ingyen Titanfall mindenkinek. Az Oculus Rift a pornóra gyúr. Far Cry 4 Yeti. A törököknek túl erőszakos a Minecraft. A Hearthstone-ba szállingóznak az új kártyák. Agresszív lolozók az erdőben. A 15 éves Warhammer trailer. A NeoGAF egyik tagja vette észre, majd villámgyorsan egyből kattintott is, hiszen a Titanfall DLC-ket ingyenesen tudta letölteni az Xbox 360 és Xbox One-ra. Nagyon sokan rárepültek a témára, sőt a végén kiderült, hogy PC-re is ingyenesek a kiegészítők, sőt néhol még a Season Pass is. A Titanfall egyszerűen a szűnyakát ünnepelte így, hogy bizonyos határidők között tényleg ingyenesen kaphattál meg mindent. Kár, hogy ezt nem verték nagy dobra, mert így kb. Mindenki megkaphatta volna az ingyen DLC-ket, de persze pénzből él az ember, úgyhogy meg is értem a kis dobraverést. Az Oculus Rift kap egy új kiegészítőt, ami az emberi érintkezést hivatott szimulálni a virtuális világban, amit ugye megtestesít. Kicsit elemezzük ezt a dolgot. Az eszközt úgy képzeljétek el, mintha felvennétek az Oculus Riftet, és lenne egy ilyen teljes kiegészítő hozzá, gyakorlatilag az egész arcotokat elfedi ez a maszk, ami képes forró levegőt rátfújni, illatokat generál, gyakorlatilag párásíthat az arcot környékén. Ez tényleg élethűbbé teszi egy kicsit a virtuális világot, gondolom nektek is egyből az jutott eszetekbe, hogy ezekkel a funkciókkal milyen jó lenne egy virágos réten sétálni, mert pont így mutatták be ezt az eszközt, ugyanis kimentél a virágos rétre, érezted a virágok illatát, a meleg szellőt, a tavaszi levegőt. Eszméletlen volt. Persze a fejlesztőknek valahogy ezt át kellett adni, hogy ne legyen teljesen egyértelmű, hogy itt a pornó a cél, mert ugye azt nem mondhatják, hogy a pornó a cél. Gondoljunk bele azért egy holland tulipán DLC-nek a megvásárlására, azért elég szűk célközönségre lőttük volna be a cuccot, viszont Sasha Diamondnak a DLC-t lehet, hogy többen vásárolnák meg. Ez meg is magyarázza például azt, hogy miért van egy szájalakú mikrofon a kis készüléken, ugyanis hogyha mégis meg akarod kérdezni a tarifát, azért legyen rá lehetősége. Nyilván ennek vannak professzionális felhasználási területei, nyilván, csak mi ezt túl szűk látókörűek vagyunk, különben az eszköz neve is teljesen erre utal, hiszen a Real Feel, vagy elnézést, Feel Real az eszköz neve, ami jól mutatja az igazi irányt. A következő hírt Oszinak küldeném, aki most először szerkesztette teljesen egyedül a heti adag műsortervét, és valószínűleg most jött rá, hogy a Far Cry 4 Valley of the Yeti DLC-ekben Yetikkel is lehet találkozni. Köszönjük. Rendezői utasítás, itt ki kell emelnem, hogy ebben a DLC-ben Yetik vannak. Oszi, mi erről a véleményed? Törökország valószínűleg az egyik legnagyobb FPS nagyhatalom lehetne, hiszen valószínűleg még egyel sem találkoztak, ugyanis a Minecraftot is betiltják, mert túl erőszakos. Az egyik újságíró hívta fel a Szociálpolitikai Minisztérium figyelmét, hogy ebben a játékban bizony pontozzák azt, hogyha megölünk egy másik játékost. Minecraftról nekünk először a legózás, a kreatívkodás és igazából a határtalan alkotási vágy jut eszünkbe, igaz, ad lehetőséget a játék arra, hogy megölj egy másik karaktert. Ez benne van. Kérdezném a török hatóságokat, hogy a posztál hogy tetszett nekik. A Serverhype-tól például tudjuk, hogy a törökök igen nagy mennyiségben vásárolnak FPS szervereket, de valószínűleg akkor ezek a játékosok tényleg a pincébe bujkálnak az inkvizíció elől, mert különben elégetnék őket mágián. Egy 9 éves gyereket is interjúztattak a szakemberek, és szerencsétlen megriadt gyereknek a válaszaiból azt a következtetést mondták le, hogy a Minecraft a fiatalságnak azt tanítja, hogy az állatok nem szenvednek kínzás közben. Állatokat tudsz venni a játékba? Mi is lesz a többi játékossal? Figyelj, mondtam, hogy válaszolják! Amíg nincs gigaméretű nagy török tűzfal, addig a játékosok biztos megtalálják a kiskapukat, hogy tudjanak Minecraftozni. Egy olyan játékban, amelynek az a célja, hogy mindig új kártyákat vásárolj, új kártyák jelentek meg. A Hearthstone-ról van szó, az új kiegészítő a Blackrock Mountain, ami tele lesz törpökkel, és nemrég mutatták be a kártyákat, azóta is szépen csöpögtetik az infókat, és mutogatják meg nekünk a jobbnál jobb új törpekártyákat. Rövid távon veszélyesek, de nagyon sokat tudnak menni 3 részen keresztül, sőt, utána kiadnak még plusz 3 részt, ami majdnem csak róluk szól. És Sauron varázslata persze nem hat a törpökre, mert őket csak az alany érdekli. Bocsánat, ez egy másik franchise. A Riot kőkeményen belenyúlt az erdőbe és jól megturkálta benne, ami van. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk a lolos nézőink segítségét kérni, mert nekünk tényleg nem teljesen tiszta az, hogy most mi is történt itt. Egyetlen egy dolog biztos, a Riot megelégelte azt, hogy az erdős hősök túlontúl tudnak dominálni egy lénen, ha például kijönnek az erdőből, és akár egy egész meccset is el tudnak dönteni, ha komolyabban
tudnak játszani azokkal a hősökkel. Ezért a Riot olyan módosításokat hozott, hogy az erdőben a játék elején ne lehessen könnyen fejlődni. Az teljesen egyértelmű, hogy ha hagyunk elfejlődni egy erdős hőst, az később dominálni fog. De azt nem teljesen értjük, hogy ez a probléma az tényleg csak most jött elő, hogy az erdős hősökkel nem lehet mit kezdeni, vagy nem nincs is rá jó stratégia, amivel meg lehetne őket állítani. Érdekes, hogy a Riot inkább belenyúlt a játékba, és még így is olyan problémákba ütköztek, hogy még mindig van két hős, akit elég jól tudnak választani az emberek, hiszen még mindig erős az erdőben, de mondták, hogy ezt a problémát is majd megoldják valahogy, lehet, hogy kiveszik. A játékosok alapvető problémája az, hogy a Riot elvett valamit a játékból, és nem adott cserébe semmit. Úgyhogy most az erdős játékosok megszívták. Foglalkozunk egy kicsit egy grandiózus, éveket átívelő hatalmas videóval, ugyanis a Total War 15 éves trailere összefoglal mindent, amin eddig végigment a franchise, és aki nagyon ügyes, az észrevehet a végén egy kis hangsávot és egy kis képi jelenetet, ami a Warhammerre utal. Kérdés felvetődik, hogy valószínűleg jön-e egy Total War Warhammer rész, mert annak nagyon örülnénk. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljátok a videót, vagy kommenteljetek. A Facebookon is megtaláltok minket, ha a stílus is tetszett, akkor nézzétek meg az előző heti adagot, vagy Cortez-nek az eszméletlen Frag Movie videóját. Sziasztok! Áú, baszd meg! Sorry! Nagyon beleértem magam!